A síparadicsomokhoz vezető utak eltorlaszolásával és szórólapok osztogatásával kezdték meg munkabeszüntetésüket a turisztikai dolgozók a francia Alpokban. A tiltakozók szerint ugyanis a Macron kormány munkaügyi reformja ellehetetlenítené az idénymunkások életét, hiszen csak azoknak járna munkanélküli segély, akiknek egész évben nincsen bevételük. Az emberek nem értik meg, hogy nekünk nincsenek lehetőségeink a szezonon kívül, vagyis májustól novemberig. Szinte csak kemény fizikai munkák vannak a környéken, amit mi nők nem tudunk elvégezni, panaszkodott egy sílift felügyelő. A sztrájkolók több sípáját és éttermet is lezártak, így a hegyekben szinte teljesen megállt az élet. A munkanélküli támogatás miatt tudjuk csak átvészelni az évet. Ha több száz eurót elveszítenek az idénymunkások, komplett családok fognak tönkremenni, magyarázta az egyik tüntető, aki szerint a sípályák működését veszélyeztetné, ha mindenki a nagyvárosokban próbálna szerencsét. A francia téli turizmusra már így is rájár a rúd. A rekordmeleg január miatt alig van hó a pályákon, így a látogatók száma is megcsappant.